Nem csak a palotavárosiak, vagy éppen az első ütem kutyusai vannak itt. Nyitvatartási idővel kapcsolatos problémák, kutyafuttatók létesítése, parkolóhelyek kialakítása, ilyen és ehhez hasonló kérdések merültek fel a palotavárosba szervezett bejáráson. A parkoláson érdemes gondolkodni, és abban kell támogatást nyújtani az itt élőknek, hogy a parkolási gondokat legalább enyhíteni lehessen. Az is látszik, hogy a zöld felületet érdemes még növelni, de az is látszott, hogy azon társasházak előtt, ahol volt olyan ember vagy emberek, akik is összefogásra az adott társasház előtti kis teret rendbe tették, az rögtön mennyivel otthonosabb, mennyivel szerethetőbb, mennyivel jobb ott élni. A palotaváros déli részében tartott körzetbejáráson a polgármester mellett Boza István városgondnok és Farkas László, a körzet önkormányzati képviselője vett részt. A területbejárás az iskola épületnél zárult a Sziget utca egy szám alatt. A kisdiákoknak szépen ért véget az idei tanév, hiszen utolsó nap avatták fel az új udvari játékokat, melyek a szülők kezdeményezésére társadalmi összefogással készültek el. Számos olyan programot szerveztünk, ami a pénzügyi feltételek megteremtéséről szólt, így például karácsonyi vásárt, jótékonysági bált. Ezeknek a bevételét, illetve alapítványi támogatást fordítottunk arra, hogy az anyagköltségeket álljuk, ez több mint 2 millió forint, és az összes munkát pedig a kedves szülők társadalmi munkában végezték el. A gyerekek pedig már szívesen használják is ezeket a játékokat. Azért jó, mert szívesen csúszdázok, és mászókázni is szeretek, meg sétálgatni a gumikon. A fejlesztések azonban nem értek véget, hiszen számos feladat van még hátra, mondta el Farkas László képviselő. Maga az iskola kerítését, az iskola udvarát megpróbáljuk átalakítani, rendezni, és a területrendezéssel még parkolófelületeket nyerni az itt élő embereknek. Az iskola diákjai az ünnepségen zenés műsort adtak, majd Székesfehérvár polgármestere köszönetet mondott a város nevében a szülők példaértékű munkájáért, és a gyerekek hivatalosan is birtokukba vehették az udvari játékokat.